kerékpárokat fogunk adományozni, amit szeretnénk átvinni Kárpátaljára, és ezt a Rákóczi Szövetség szervezésében az itt lévő gyermekek közleműködésével próbáljuk megtenni. Én azt gondolom, számukra is ez egy jó élmény, hiszen részt vehetnek egy segítő munkában, ezáltal a Katolikus Karitasznak is segítenek, illetve átviszik a határon Beregszászföldet a kerékpárokat, ott találkoznak kárpátaljai fiatalokkal, átadják nekik, ismerkednek, kapcsolatok teremtődnek, és hát látják az ottani viszonyokat is. Ez nagyon hasznos és lesz számukra. A Rákóczi Szövetség minden ősszel, sőt minden tavasszal arra törekszik, hogy diákokat hozzon Kárpátaljára, megmutassuk nekik azt, hogy milyen is igazából Kárpátalja, azt a rengeteg kulturális történelmi természeti kincset, amit található, és a határ egyik meg a másik oldala találkozik egy hosszú hétvége keretében. Most pedig úgy alakult, hogy nem autóbusszal utaznak át a határon a diákok, hanem felülnek egy kerékpárra és átringáznak vele Beregszászra. Kerékpárokat német adományozók gyűjtötték össze, akikkel már régi kapcsolatunk van. Nem ez az első alkalom, hogy adományozunk kerékpárokat, hiszen néhány hónappal ezelőtt Viskre, illetve Aknasz Latinára is jutottunk el már 50 kerékpárt. Most a kiválasztott falu Gyertyánliget, ahol egy hete jártunk orvosmisszióval, és ott láttuk azt, hogy milyen útviszonyok vannak, és talán falul belül még kerékpárral könnyebb közlekedni, mint autóval, és ezért gondoltuk, hogy most őket adományozzuk meg ezzel. Jól sikerült, szerencsésen idejött mindenki, a bicikliknek is nagyon örültek az itteni gyerekek, úgyhogy kiváló volt a program. Készült a Rákóczi Szövetség megbízásából.